Nagy erőkkel kereste a rendőrség a tettest tavaly januárban, miután bejelentést kaptak az egyik autóalkatrészáruházban történt rablásról. A tettes autóval, símaszkban érkezett a helyszínre, majd a kezében tartott gázriasztó fegyverrel belépett az üzletbe, és a dolgozóktól a bevételt követelte, majd a mennyezetre lőtt. Miután a rablóval közölték, hogy a széfkulcs nincs a helyszínen, a fegyveres magához vette a pénztárban található váltópénzt, felszólította a bolt kirendeltségvezetőjét, üljön be az autójába és szállítsa előt a helyszínről. Útközben, amikor a gyanúsított nem figyelt, a sértett a kocsi kulcsával elfutott és hívta a rendőrséget. A támadó végül gyalog menekült el a helyszínről, de az egyenruhások rövid időn belül elfogták őt. A férfi az elfogás óta a székesfehérvári börtönben van, onnan kísérték át Bilincsben vezetőszáron a bíróságra. Az ügyben tartott előkészítő ülésen a 34 éves férfi nem tett vallomást, de elismerte bűnösségét. A gyanúsított elfogadta az ügyészség indítványát, így őt 8 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Bűnös, egy rendbeli lopás büntettében, egy rendbeli rablás büntettének kísérletében, egy rendbeli rablás büntettében, egy rendbeli járműönkényes elvételének büntettében, egy rendbeli személyi szabadság megsértése büntettében, egy rendbeli egyedi azonosító jellel visszaélés büntettében, egy rendbeli közokirattal visszaélés vétségében, egy rendbeli készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségében. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 8 év szabadságvesztésre, valamint 8 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A rendőrségi nyomozásból és az ügyész indítványából kiderült, a férfi nagy mennyiségű tartozást halmozott fel, és kétségbeesésében döntött úgy, lopással szerez pénzt. Néhány hónappal a rablás előtt betört egy székesfehérvári dohányboltba is. A Balatoni úti üzletből közel 3,5 millió forinttal távozott. Az ítélet jogerős.